Csokonai Vitéz Mihály, Zsugori uram, török tünde hangján. Esmérek én egy vént. Ki az? Neve nincsen. Régen eladta már aztat is a kincsen. Sőt, míg bírt is véle, magában tartotta, mert mondani másnak ingyen sajnálotta. Hol lakik? Ott látszik, ama kapu megett egy ház, melyet náddal önnön maga szegett. Van két palotája a piac utcába, de azt a rácoknak adta árendába. Maga e kunyhóba éhezvén kucorog, s elmébe mindig a drágaság forog. Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal, tisztelvén a mammont örök áldozattal. A búzsgond bélyesett orcájában hever, mérget kedveltető kincseiből kever. Oly sárgák orcája sóvárgó gödrei, mint aranyára vert királyok képei. Mint a sírból feljött halott útálsága, amerről minden húst a párka lerága. Most is azért sóhajt és dúlful magába, miért nem adhatja az áért árendába? S összekalkulálván saját számadását, nyögve kárhoztatja szörnyű pazérlását. Gyász idők! Így kiált vádolván az eget. Lám csak egy rövid nap mennyit elveszteget. Ma csak 30 arany jött bé a kasszába, mégis 90 pénzt adtam ki hiába. Azonban, mely szörnyű károm következe, itt jajgat, s fejére kulcsolódik keze. Mely szörnyű kár! Egy szélpénzem elrablotta, lantornás ablakom ketté szakasztotta. Úgy tűnődik. S talán azt is sajnálja ő, hogy a versbe ingyen, spotomra jött elő.